Namaste, üdvözöllek itt ezen a hinduizmus csatornán. Köszönöm, hogy velünk vagy. Életmódváltás. Ez lesz a mostani témánk. Hogyan történjen meg a mi esetünkben az életmódváltás? Mik az életmódváltás lépései? Mit kell tennünk annak érdekében, hogy sikeresek legyünk? Ennek járunk ma utána. Tarts velem, ha még nem lájkoltad a csatornánkat, most megteheted. Ha hasznosnak tartod a tartalmakat, hogy mások is értesüljenek róla, és felajánlunk egy kis füstölőt, az átszellemülés a megfelelő spirituális tér kialakítása érdekében. Om namo bhagavate vasudevaya, Om namo bhagavate vasudevaya. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és nézed a videót. Életmódváltásban gondolkodunk. Mit tegyünk az életmódváltás érdekében? Milyen kép áll, lebeg előttünk, amikor életmódváltásban gondolkodunk? Azt gondolom, hogy egy himalája jógi nyugalmában gondolkodunk, aki ott ül egy barlangban, szépen pislákol a tűz, és teljes békében, teljes nyugalomban, enyhe mosolyol az arcán, megnyugodva szemléli a világot. Talán, ha te egy pörgős ember vagy, és állandóan pörögni szeretnél, és abban látod a megoldást, hogy pörögsz, akkor lehet, hogy az életmódváltáshoz testi erő gyakorlatokban gondolkodsz. Abban keresed az inspirációt. Számodra a motiváció az, hogy kockahas, ekkora biceps, és test. Miért? Miért csak a test? Darwin ugye nagyon érdekes dolgot állapított meg, ami nem áll olyan messze egyébként a védikus tanításoktól. Darwin azt mondja, hogy az erősebb kutya győz. Darwin azt mondja, hogy hújjon a férgese. Ugye, megjegyzem, ez a tavalyi Covid egy picit, mintha erről szólt volna, de mit jelent az, hogy az erősebb kutya győz? Mindenki erős szeretne lenni, és mindenki győzni szeretne. És végül mindenki győzedelmes lesz, ez a jó hírem. A védák szerint jiva, jivasya, jivanam. Egyik élőlény a másiknak tápláléka. Tessék, itt köszön vissza Darwin elmélete, pontosabban Darwinre visszhangozza a védák szavát. Ha túl szeretnél élni és életmódváltásban gondolkodni, akkor ne csak a testben gondolkodj. Sőt, elsősorban ne a testben. Épp testben, épp élek. Világos. De az, hogy az erősebb kutya győz, ez azt jelenti, hogy jellemben legyünk erősek. Legyünk, miben a jellem az mitől lesz erős? Attól, hogy becsületesek vagyunk. Attól, hogy elszántak vagyunk. Attól, hogy belül rendben vagyunk. És ha belül rendben vagyunk, akkor túlélhetünk. A himalájai jógik ettől erősek, hogy belül erősek, és teljesen függetlenítik magukat a körülményektől. Itt a civilizáció zajában hogyan függetleníthetjük magunkat a körülményektől? Ez nem azt jelenti, hogy mindannyiunknak himalájai jógivá kell válnunk, és nem foglalkozni semmivel. Nem, csak egy tisztában lenni azzal, hogy az eredmény nem tőlem függ. Tőlem az függ, hogy teszem-e a dolgom, vagy sem. Elég tudatos vagyok-e, vagy sem? Mennyi kárt okozok a környezetemnek, a közvetlen környezetemnek, a tágabb környezetnek, a földanyának? Ez a spirituális felemelkedés, az életmódváltás titka, belső eltökéltség, amiben nagy segítségünkre lehet az, hogyha kialakítjuk magunknak azt a spirituális közeget, amiben a himalájai jógik is elérik a teljes békét és gyakorolják a teljes harmóniát. Hogy amikor mi leülünk meditálni, átszellemülni, az élet fennkölt értékein gondolkodni, akkor meglegyen az a feeling, hogy a körülmények is. Ugye sokszor ez csak egyetlen egy füstölő meggyújtása, egy gyertya meggyújtása, hogy ez a mekkora meghittséget ad. És ha teheted, akkor emlékeztessen téged a körülmény a Himalájára. Mit gondolsz, miért van nekünk itt ez a gyönyörű szikla kert? Ez egy hegy. Bevonzottuk a természetet, a Himaláját, a Mátrát, a Bükköt. Rengeteg hegyből hoztam ide köveket a Himalájából is, a Mátrából is, a Bükkből is, a Balkán-hegységből is. És ezzel itt a Sakti. Hasonlóan
javaslom neked, hogy legyél kitartó, elszánt az életmódváltásban, és a körülményeidet alakítsd úgy, hogy segítség, ne pedig hátráltassák a spirituális felemelkedésed. További jó utazást az anyagi világban! Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya.